Nem tudom, a fiúk, hogy vannak vele, de bennem ilyenkor mindig nagyobb az izgalom, amikor otthoni közönséget zenélhetünk. Nem is szeretném magunkat bemutatni, mert azt hiszem, hogy azért mindenki ismert mindenkit, hogy az fölösleges is lenne. József Attila megzenésítésekkel, illetve egyéb Berzs megzenésítésekkel is jó néhány saját szerzeményen készültünk a ma estére. És hát nem is húznám tovább az időt, József Attila Tedd a kezed című versével kezdünk. Yeah.
dalom, a terasz dal címet viseli, ami nem véletlen, mert hogy jó időben itt a szomszédban a teraszon szoktunk próbálni, és erről természetesen születni egy állapény munkának. Az lesz majd most a következő pillanat. Yeah.
következik, ez pedig a szép szavakkal hallgatjuk.
Attila megzenését is elfolytattuk. Eredetileg Koncsuzsa énekelte ezzel a dallammal ezt a verset. A címe pedig az, hogy egyszerű ez. Yeah.
áldás következik, méghozzá a minden álmunkban. Ah.
Oh,
Attilához, és most már csupa József Attila költemény következik. Még egy kicsit letargikus, a többi már csupa vidámságot hoz majd magával, a Tudod, hogy nincs bocsánat című verset fogadják sok szeretettel. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hátam elnap, légy, ami lennék, férfi a függvinő utána, bűn a szem lesz könnyed, hiába hulla könnyed, hogy bizottság vagy ebben legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne hunakhoz, ne légy komisztalakhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hangot, maradj bölcs, ne esd meg a hinkodat, ne esd meg, tiszta az ember is így, szíved vagy teremtem, emlékezz, hogy törögtél, s hiába könyörögtél, hamuska húgál, és saját igaz körödtél, hittél a könnyű szóknak, tüzetett vágonoknak, s jársó-sor senki nem mondta, hogy te jó vagy. Ne csaltak úgy szerettek, csaltási nem szerettek, most hátul töltött fejtek, szólj és üres szívedhez, hogy esse mindenhez, s hintenék tűzeget, és mint azt tudja hinni, hogy bűvíz nevednem. Na 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 na
És akkor így az utolsó számhoz érkezvén, hadd mutassam be azért mégis a rendkedvéért a zenekar tagjai, Suha Tamás, Tárgyal. A mikrofonnál Kormos Katalin ketté. És akkor születésnapomra. Yeah.
Yes.
I'm
aztán olyan jönnek a kezükben fegyve. És ha egyszer tiny little particles of light.
következő dal pedig Paja Beálban, vagyis 2014-ben írta ezt a dalát, és a szabadon. Feljön bőlem egy közös éjfény, váró terem.
Oh, should be.
Yeah.
Tehát olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezt kapra veszted alá, és ezt így sehol sincs, és sehol találkozom. Ezt azért szeretem, mert ez olyan titkos. I'm not afraid.
Mielőtt megalakultunk így ketten, vagyis tulajdonképpen nekünk volt egy formáció közelni és a Folka, és abban maradtunk mi így ketten, többiek kiszálltak, de megörököltük a dalokat, és ebből hoztunk egyet. Ez pedig a Gasztavasz című dal. Why not take it on off me?
szórakozni.